2018-ban alapítottuk a családbarát munkahely díjakat, és most eljutottunk oda, hogy harmadik alkalommal egy ilyen hibrid formába kerülnek átadásra. Majtényi László, a megyei közgyűlés elnöke online köszöntötte a Vasi Családbarát díjkiosztó résztvevőit, akik szintén az interneten keresztül kapcsolódtak be az ünnepi eseménybe. A helyszínen pedig Balázsi Péter jegyző beszélt a hivatal családbarát intézkedéseiről, melyekkel kétszer is országos családbarát díjat nyertek el. A családbarát személy, a családbarát gondolkodás, mi azt szoktuk mondani, hogy erre nem csupán versenyelőnyként tekintünk, hanem a saját magunk gondolatiságának az alapját is jelenti ez ma is. A Vas megye családbarát munkahelye címet a 100-nál több munkavállalót foglalkoztató cégek közül az Ivy Kft. Nyerte el, az elektronikai nagyvállalat táboroztatta dolgozói gyermekeit és szociális csomagot is bevezetett. Főleg az anyukákat, amikor a tavaszi időszakban az iskolák bezártak, és a gyerekek nem tudtak otthonról elmenni, ezért igazából felajánlottunk neki egy olyan lehetőséget, hogy a jövedelmük egy részéhez hozzájuthatnak, és közben vigyázhatnak a gyerekükre, viszont a velünk való kapcsolatuk azon nem szűnik meg. A 100 fő alatti kategóriában a Szent Gotthárdi Termálpark kapta a családbarát munkahelydíjat, többek között bevezették a részmunkaidőt, a távmunkát, segítik a kismamák visszatérését, a képzéseket pedig munkaidőben tartják, így csökkent a fluktuáció is. Vas megye családbarát vezetőjévé 2020-ban Ák Ernőnét a Vas megyei kormányhivatal főigazgatóját választották. A több mint 1000 fős szervezet évek óta segíti esélyegyenlőségi tervével munkatársait. Nagyon fontos, hogy a munkahely ez ne csak munka legyen, hanem egy olyan hely, ahol figyelembe veszik a vezetők a családi hátteret is, hogy honnan jönnek az anyukák vagy az apukák. A MAM Hungária Kft. 2018-ban elsőként nyerte el a megye családbarát munkahelye díját, tavaly pedig Kis Katalin ügyvezetőt az év családbarát munkahelyi vezetőjévé választották. Ezúttal a Vaskeresztesi Vállalat munkavállalóik jól létét szolgáló egészségprogramjuk és egyéb intézkedéseik miatt a megyei önkormányzat családbarát külön díját kapta. Szintén külön díjban részesült a Muraba Európai Területi Társulás, amely két magyar és két szlovén intézményt fog össze. Az idei évet sújtó vírushelyzet ugye a határokon átvaló ingázást is korlátozták, befolyásolták. Tehát az általunk bevezetett intézkedések elsősorban arra vonatkoztak, hogy ne korlátozzuk a munkavégzést a négy fal közé, és a reggel 8-tól délután 4-ig tartó időkorlát közé. A virtuális díjkiosztón elhangzott, a családbarát szemlélet 2020-ban minden eddiginél fontosabb volt a munkáltatók és a munkavállalók számára is.